Sajnos a mai tornára úgy érkeztünk, hogy tegnap egy komoly bajnoki mérkőzésen vagyunk túl, és a lábunkban nagyon sok volt ez a 90 perc, amit tegnap le kellett nyomni. A fiúkon ez látszott, egy picit fáradtabbak voltunk, és a döntőre elfogyott a kondíciónk. A 43-as számú játékosunk, a Dalko Dominik, aki egyébként megnyerte a gólkirályi címet, végig jól játszott ezen a tornán, de a döntőre sajnos már nem tudta a vezéri pálcát vinni magával, és nagyon elfáradt. Aztán a második része a dolognak, hogy nem sikerült a győzelem, az volt, hogy a figyelmetlenségünk révén az első fél időben kaptunk egy gólt, mely után kockáztatnunk kellett, és ki kellett nyitni, ki kellett támadni, a kapusunkat behoztuk a mezőnybe játszani, és sajnos a helyzeteket kidolgoztuk, de ki is hagytuk ebből, ezért mondtam azt, hogy hiányzott a frissesség a gyerekek lábából. Ha ez meglett volna, és ki tudunk egyenlíteni, illetve ha egy másodpercen múlott az, hogy az első fél időt hozni tudjuk egy-egyre, és sajnos időn túl sikerült a gólt már berúgni. Ha az megvan, akkor nyilván, hogy más a játék, így viszont egy nyitott játékban megkontráztak bennünket, és a kis tarcsa nagyon szépen lejátszotta azokat az ígyszereket, amiket a végén kidolgozott. Én azt hiszem, hogy most már ez évek óta zajlik, ez a futsal bajnokság itt a megyében, és azért is nevezünk mindig, mert színvonalas esemény. Nagyon jó fejlődési lehetőség a játékosainknak, kiváló ellenfeleket ismerünk meg, és én azt hiszem, hogy ezt csak így kell tovább folytatni, hogy ez évek óta már működik, mert ennek jövője van, ez a magyar labdarúgás érdekeit szolgálja, és a gyerekeknek a fejlődéséhez hozzájárul ebben a téli időszakban, amikor nagyon nehéz pályára jutni. Hát abszolút próbáltunk, ugye készülni, játszottunk velük egy mérkőzést már. Két héttel ezelőtt akkor is vezettünk 2-0-ra, bár az a meccs, vagy mérkőzés nem úgy sikerült, hogy mi ezt elterveztük. 2-0-as vezetés után sajnos azt hittük, hogy már a mérkőzés már a kezünkben van, és fordította a Szentendre csapata, ott kikaptunk. Sajnos második helyen jutottunk így ezáltal a 4-es döntőbe. Próbáltunk igen taktikusan felkészülni. Az volt a taktikánk, hogy egy masszív védekezésből a két első gyors kontrákból megszerezzük a vezetést, és akkor még biztonságosabban játszunk. Úgy érzem, hogy abszolút megérdemelten, tudatosan játszva nyertük meg a mérkőzést. Melyik volt az a pillanat, amikor már tudtad, hogy ezt nem lehet elbukni? Hát az első fél időben azt hiszem 2-0-ra vezettünk, még mindig ugye próbáltunk úgy följönni a második fél időre, hogy 0-0 az eredmény. Nyilván úgy álltunk hozzá, még masszívabban is, azt hiszem, hogy az ellenfél is kockáztatta ott, ugye följött a kapusuk is, labdaszerzés után a harmadik gólnál azt hiszem, hogy eldőrt a mérkőzés. Igazából az értékelés szempontjából nagyon együtt mozgott a csapat, nagyon jó volt, hogy megnyertük most a tornát, már 3 éve küzdünk, de sajnos nem sikerült. És sajnos az első fordulóban nem láttam ott, nem engedtek sajnos még, de utána már ott láttam és tudtam a csapattal tovább lenni.